Az Unión Trió tagjai különböző utakon jártak az elmúlt 20 évben, azonban mindannyian játszottak már egymással, csak így trióban még nem, illetve mindössze 1 éve kezdték ezt a formációt. A rockgitáros Alap István, a jazzdobos Balázs Elemér és a klasszikus bőgős Barca Horváth József. Annyi persze igaz, hogy a Pisti ő jobban ismert a rock zene világából. Mi a Zselemérrel kicsit ismertebbek vagyunk a jazz világából, én korábban klasszikus zenészként is működtem, tehát persze vannak ilyen dolgok, de azért sokszor keresztettük már azért egymás útját, mert játszottam én is már a Pistivel, Eremérrel sokat együtt, Eremér is játszott már a Pistivel, itt ott, tehát ezek voltak, de így együtt hárman, ez ugye a Kis Zoli, a Hagyma, önnem van az Anyan név is. Igen, ő a zenekaroknak a szállítója, és minket is ő szokott eljuttatni, például ide Pécsre is ő juttatott el minket. Úgyhogy ő hozta össze ezt a formációt, ő álmodta meg, és így jöttünk össze. A pandémia a legnehezebb időszak közepette jött az ötlet, hogy akkor csináljuk, és akkor úgy elkezdtünk egyet-kettet próbálni, és amikor már lehetett játszogatni egy kicsit, volt egy olyan időszak, a második hullám után, akkor játszottunk egy-két koncertet, és az nagyon jól sikerült, és akkor döntöttük úgy, hogy akkor ennek legyen folytatás egy hosszabb turné keretén belül, sőt, tervezzük, hogy legyen lemez is, tehát ez egy nagyon, nagyon hosszú távú dolog lesz, remélem, mert jól érezzük magunkat így együtt. Anélkül, hogy most itt fényezném a dolgot, tényleg nagyon jó fogadtatása volt mindenhol, talán 4-szer vagy 5-ször játszottunk eddig. Igen. Talán összesen, és hát ez az év most indul el. És most azért jó, mert csak ebben a hónapban 7-8 koncertünk van, ami bármilyen ilyenfajta, mondjuk úgy, hogy réteg műfajban ritkaságnak számít a mai világban, főképpen, hogy egy hónap alatt ennyi koncertre minden héten játszunk 2-t, vagy nem tudom. Igen. Ez nagyon jó dolog, nagyon, nagyon örülünk. Amikor felmerült a trió ötlete, összeültek és kitalálták, milyen repertoárral is kellene majd előállniuk. Mostanra kialakult egy koncertműsor, amit játszanak is egy ideje. Mindennyien hoztunk egy-egy, két-két számot, és néhány klasszikust Csikorától hoztunk két számot, Pat Metheny-től hoztunk számot. Tehát egy-két olyan számot, amit szeretünk, és a közönség is szeret, mondjuk így, hogy standardeket, és hoztunk saját számokat. Ebből kialakult egy repertoár, amit most játszunk, amit ezeken az elmúlt koncerteken játszottunk, és most a hónapban ezeket fogjuk bemutatni, de most folyamatosan készítünk elő egy új repertoárt, mert úgy alakult, hogy egy lemez készítésbe fogunk belefogni, mert érkezett egy ilyen felkérés, hogy ebbe támogatnának minket, és ehhez egy új repertoárt fogunk kialakítani, ez most így ez alatt a egy hónap alatt, amíg ezt a mondjuk turnét csináljuk, ezzel lett ezt a repertoárt közben elkezdjük feltölteni a mostani repertoárt, kiváltani ezzel az újjal. A 3 különböző zenei stílusba jártas profi muzsikus egyéni stílusa megmutatkozik saját szerzeményeik kapcsán. Lehet érezni azt, hogy a szerző
többségében milyen irányba gondolkodik, ez természetes. De egyébként a dalok végső hangulatának, meg végső megjelenésének a kialakítása, az úgy is három emberen múlik, tehát mindenki beleteszi a saját gondolatait, a saját játékmódját. És azt gondolom, hogy pont ez, vagy éppen ez az az egy szerencsés dolog, amitől esélyes, hogy kialakuljon ennek a triónak egy olyan hangulata, meg egy olyan képe, ami csak erre jellemző. Tehát nem lesz majd 3-4 másik hasonló az országban. És szerintem az a fontos mindig egy megalakuló zenekarnál, én nagyon sok zenét hallgatok, mindenfélét, és rengeteg olyan van, hogy nagyon jó zenészeket hallok, de nem hallok egyedi hangú produkciókat túl sokat, hanem minden, és de rengeteg egyfélét. Nyilván ez egy zeneszerzői metódusról beszélünk, mind a kettő létező, de ez attól függ, hogy az ember éppen, mert az is egy működő metódus, hogy az ember nekiül, ír egy számot, és nem gondol arra, hogy ezt majd most ki fogja játszani, hogy fogja játszani, megírja, megvan a dal, és akkor utána, amikor elmegy az ember a próbára, és akkor elkezdjük kitalálni, hogy hát akkor te játszod ezt a szólamot, te meg majd ezt a szólamot, és akkor így, mondjuk így elossza a zenekar tagjai között, hogy kinek mi lesz a játszani valója, meg egymás között megbeszéljük, ez is egy metódus. Van egy olyan metódus, amikor az ember írja a számot, és már akkor gondol arra, hogy na hát ezt majd a Pisti fogja játszani, és akkor én majd hozzá ezt játszom, most így nagyon leegyszerűsítve a folyamatot. Tehát ez is egy létező metódus, szerintem. Hát most még kialakuló félben vannak a nóták, én azt hiszem, hogy amit hozni fogok abba én már próbálom azt előre gondolni, hogy erre a zenekarra szabni. De mondom, az is egy járható út, hogy az ember ezt még a íráskor nem veszi figyelembe, hanem utána hozzáalakítja a zenekarhoz a számot. Teljesen jogos, én még csak annyit mondani kell, hogy nekünk az a mottónk, vagy azt gondolom, hogy minden... hogy mondjam, zenét szerető zenésznek, jó zenésznek az a alapvető elve, hogy mindent el lehet játszani jól, mindent el lehet játszani jól, csak az a lényeg, hogy hogy állsz hozzá. És nálunk pont ez az egyik legnagyobb dolog, hogy gyakorlatilag, ha ő hoz egy szerzeményt, akkor mi ugyanúgy állunk hozzá, hogy ő hozzáll a mi szerzeményünkhöz, és ettől tud ez ilyen jól működni. Tervei között szerepel egy olyan lemez elkészítése, amelyen zömében saját számaikat játsszák, sőt arra törekednek, hogy csak saját szerzeményeket alakítsanak ki az Union Trióra a közeljövőben.